én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc megint bebizonyította, hogy ő bal oldalon az a karizmatikus és kellő képességekkel felruházott demokrata. Gyerekes Demmolek beoldult az öreg, az forradalmár! Egy napot nem volt kommunista, szocialista volt, most lép be! Így kezdem! Nem új pártot alapítunk, hanem az ereszkéből csinálunk új pártot. Baloldali pártot, demokratikus pártot, erkölcsös pártot, hazafias európai pártot. Ez a belépőm a szocialista pártba! Németes mondja, mi kárpász, kompász, beszélje szállva, és nem mindig jött jó az utána, amit várunk. Erre azért ma rátszállok. És nem azért álltam én most ide önök elé, hogy majd egy alkalmas pillanatban belőlem is a Magyar Televízió egyik internása legyen. Hát tartozom tisztelt hölgyeim és uraim, TSZ elnök apámnak, Valusi tanító anyámnak. Se a szocialista hazámat, se a harmadik demokratikus köztársaságot nem tudom elárulni. Következik Gyurcsány Ferenc. Én némi hezitálás és húzódozás után mégis úgy döntöttem, hogy hátat fordítok, a talán még a felső középosztálynál is jobb élet, nyugalmas, biztonságos világának, és a közügyeivel kívánok foglalkozni. Azért lettem politikus, mert jobbá, igazságosabb akartam tenni hazámat Magyarországon. Fizetett szarháziak, takarodó! Szociálisták. De nem egy osztály, hanem hazám egész évi választó. Rémálmotok legyen, mert jön a forradalmát bőlír, gyerekek! Azt hiszem, azt gondolom, hogy jó ügyek és tisztességes világot állottam és képviselem. De belátom, nem elég jó. Mert bíztam, akiben nem kellett volna. Orbán Viktor nem demokratikus politikai verseny, hanem ellenfelé megsemmisítő totális politikai háborúnak. Nem hisz a politikai változtatásban a parlamenti demokráciában. Orbán kizárólag önmaga hatalmának korlátozása. Az önkényel. Magyarország üzemény érdekel. Annyit, hogy hogy tetszett? Hogy tetszett? Nagyon tetszett. Köszönjük. Orbán Viktor az önkényel szerint. A miniszterelnök politikája tiszta ismertetéséről mindszerint a keresztény fundamentalitásáról vállalkozik. Mi mostantól kezdve Orbán Viktor önkényre épülő rendszerének elveszik. Tetszett, nagyon tetszett, és megfelelt a várakozásainak. Az nem okozott csalódást, hogy nem alakít új pártot Gyurcsány Ferenc? Nem, én ezt vártam. Orbán után új köztársaságot teremts. Igen, mi demokraták jobbnak vagyunk, és azok is maradnak. A jobb oldal fundamentális, a konzervatív kormánya, ez amit mondta, meg árva betűnnek. Gyomor forgató, amiként a jobb oldal radikálisai, a kormánypárt politikusai kívánják szerkeszteni a Nemzeti Színház programját.
bácsi. Amikor a miniszterelnök fordulnak emberei kompetensen nyilvánítják magukat az tudományos kérdésekben, és beképzelhetően arra értekeznek, hogy mi a filozófia kutatásának elfogadható irányú is tartalma. Nem csak a lóláb, hanem az egész ló, a maga valójában kijön, amikor Bánderik megmarkása terveként azt vetik a filozófusok szemére, hogy liberális gondolkodik. Mit az a valószínű? Vegyék le a készítős keszüket Erle Ágnesről, Bajnok Mihályról. Nem demokratikus politikai küzdelmet, hanem a saját joggondolkodói erők teljes politikai megsemmisítésének végső célját kitűző totális politikai háború folytatnak előtt. Csetlődható demokratizmus gyengeségé, ön és közbeszélyes önfeladásra várnak a környezetben. Belátom, hogy 2007 után a hirtelen jött névtelenséget követően nem volt sem erőm, sem bátorságom, és talán még feltétlenségem sem, hogy változtassak a 2002 után kialakult kultusot. Elsősorban győzni akart. Megteremteni az esélyt, hogy reformok sorozatával jobb országot teremtsünk. Itt valóban vannak konzervatívok, liberálisok, szociáldemokraták, és azt gondolom, hogy a gyurcsányi liberális és szövetségre épülő gondolkodás megoldhatja ezeknek a szövetségét. Pártokban szembeni és párbeszéden, hogy a különlegesen politikai sikert hozott belül, hiszen megszereztem a reformokhoz szükséges belső támogatást, de egy árulás követően a drámai szónokat gyilkos eszközben ellenfelek kezébe. Összönik egyfelől a reformfelelősség és az igazság, másfelől az árulás és a hazugság elképzelhető. Nem van. Kihasználásával és támogatásával kormány ellenes kulcsot kísérel meg. Mi álltunk a köztársaság pártját, a lehetőség a köztársaságot védte, a Fidesz pedig ezt a köztársaságot és a köztársaság alkotmányos rendjét pusztította. Ez a köztársaság. Ura, ura! Ura, ura! Ma az a feladatunk, hogy megszervezzünk Orbán rendszerének demokratikus ellenzékét. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, hogy hatékonyan tudjuk védekezni Orbán rendszer rúlás ellen és majd részt vehessünk az új köztársaság megteremtésének, csak nem ugyanolyan mélységű átalakításra van szükségünk, mint amilyen korszak tettem már meg. Elvi kompromisszum népünk kell kiállni a szociális piacgazdaság, a jogállamiság, a parlamentarizmus, a politikai erkölcs biztonság. Nincs több kompromisszum. Hanem az NSZP meglévő erényeire építő, hibáit, folyatékosságait maga mögött hagyó párt átalakítása és a párt átalakításával létrejövő új, balközi, demokrata párt létrehozására van szükség. Korszakváltás előtt áll a baloldal, hogy az ország jövőjének az esélye, a nagy esélye az, hogyha a demokratikus erőt egy másik kezét megfogva, mondjuk, hogy az olajfa mintájára megpróbálnak az országért felépni.